Köszöntöm Önöket! Pesszimista becslések szerint a nők 80%-a találkozik a humán papilloma vírussal élete során. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, mit lehet ez ellen tenni? Van-e bármiféle megelőzése a humán papilloma vírusnak? Illetve kicsit vázoljuk fel, hogy mi is ez tulajdonképpen. A humán papilloma vírus az tulajdonképpen egy hát hámsejtekben szaporodó vírusfertőzés, ezt emberek adják embereknek. Alapvetően azért problémás a dolog, mert vannak olyan törzseik, különösképpen nemi területek fertőzésére alkalmas törzseik, amik úgy módosítják a megfertőzött sejteknek az örökítő anyagát, hogy azok a sejtek azok egy céltalanul osztódó sejthalmazzá növik ki magukat, amik gyakorlatilag a szervezet mindenféle kontrolljáról ki tudnak kerülni, és ezt hívjuk úgy, hogy daganat. Tehát ez egy daganatkeltő vírusfertőzés magyarul. A HPV-nek ugye több álfaja van, van a külső, belső, attól függ, hogy hol jelenik meg, attól függ, hogy ebből daganat lesz-e. Hát maga a vírus, az, annak több törzse van, és attól függően vannak veszélyben a hölgyek és urak, akiket megfertőz, daganat szempontjából, hogy melyik törzstől fertőzöttek meg. Ezt nagyon szépen lehet tipizálni, tehát hogyha valakin egy HPV fertőzést találnak valamilyen szűrővizsgálat folytán. A HPV az a humán papilloma vírus rövidítése. Az általában tipizálják a vírust is, és ezáltal lehet tudni, hogy az illető veszélyben van-e, vagy nincsen. Lehet-e úgy hagyni, vagy nem lehet úgy hagyni, műtét kell, nem kell műtét, de hát azt hiszem, hogy a legjobb az lenne, hogyha lenne egy olyan eljárás, amivel mondjuk hát még a kialakulása előtt ezt az egészet meg lehetne fogni, mert később aztán másokkal kellemetlenebb beavatkozásokkal lehet csak gyógyítani ezt a betegséget, különösképpen akkor, hogyha már daganattá fejlődött. Tehát egyébként az a jó hír, hogy van is ilyen eljárás, van is ilyen lehetőség, ezt hála jó Istennek egy oltással meg lehet előzni. Tehát lehet oltást kapni a humán papilloma vírus ellen. Ezt a férfiaknak vagy a nőknek kell beadni? Ezt mindkettejüknek érdemes beadni, tehát itt nem kell nemek szerint differenciálni. Ez az oltás, ez valószínűleg előbb-utóbb majd kötelezővé is fog válni. Most, ha jól tudom, még csak kötelezően ajánlott. Viszont akinek felajánlják, az rettentő sokat tud nyerni azzal, hogyha ezt elfogadja, és a humán papilloma vírus daganatkeltő törzseivel szemben védettséget szerez. Mert a későbbiek folyamán hát egy elég csúnya és viszonylag nagy halálozási százalékkal járó betegségtől tud mentesülni a jövőben. A másik ugye a szűrővizsgálatok fontossága, amit itt érdemes kiemelni, hogyha valakinek ilyen problémája van, vagy akár nem is jelent még meg maga a tünet, akkor is évente érdemes elmenni vizsgálatra. Ez így van tekintve, hogy megint csak egy olyan betegségről beszélgetünk, aminek azért a kezdetek kezdetén túlságosan sok tünete nincsen. Tehát az illető az nem veszi észre azt, hogy mondjuk a méknyak nyálkahártyája elkezdett úgy átalakulni, hogy abból neki később nagy problémája, nagy baja tudna lenni. Ezt egy szűréssel meg lehet vizsgálni. A szűrés maga az valamennyire kellemetlen nyilván, de úgy gondolom, hogy az öngondoskodás és az egészség tudatosságba bele kell, hogy tartozzon az, hogy a hölgyek időről időre szűretik ezt a fertőzést. Na mi ez az időről időre? Barátnőimmel szoktunk erről beszélgetni, ki milyen gyakran jár szűrésekre, és megdöbbentően nagy a szórás ebben, hogy valaki évente jár, valaki pedig 5 évente egyszer. Hát azért ezt évente érdemes ismételni, túlságosan sűrűn nem szabad, mert hogyha az ember vett egy kenetet, és a következő kenetig mondjuk egy egészséges nyálkahártya nem tud kialakulni, akkor hiába ismételjük meg a dolgot, mert akkor ez nem vizsgálható, de évente egyébként ezt érdemes ismételni, és az első adott jelre valamiféle beavatkozás kell. De hangsúlyozom, az egésznek az egész betegség a híles sark az tulajdonképpen a védőoltást tudna lenni, tehát hogyha ezt beadjuk, akkor ezzel a továbbiakban már igazából nem is nagyon kell foglalkozni. Hány éves kortól lehet beadni ezt a védőoltást, illetve hogyha valaki korábban már megfertőződött valamelyik válfajával a HPV-nek, akkor is jelenthet-e segítséget a védőoltás? Jelenthet segítséget. A védőoltást igazániból 16-18 éves korban érdemes már beadatni. Aki már meg van fertőződve, ott is a fertőzés tovább haladását azt tudja lassítani, illetve gátolni ez a védőoltás. Tehát úgy gondolom, hogy nincs olyan ember és nincs olyan életkor, amikor ez kontraindikált tudna lenni, ellenjavalt tudna lenni. Ez egy nagyon érdemes dolog, és hát gondolkodni kell róla. Hát nekem van egy lányom, én gond nélkül be fogom oltatni, szó nélkül be fogom oltatni ezzel a betegség ellen, mivel azt szeretném, hogyha nem lenne még nyaktumora aztán a későbbiekben. Említette, hogy a védőoltás a HPV-nek csak bizonyos típusai ellen jelent védettséget. Hány típus ellen? A problémát okozó típusokkal szemben. Hát ugye azokkal van itt igazándiból gond, amik képesek méhnyaktumort csinálni.
Hát ugye vannak olyan mutációk a sejtmagon belül, amiknek a következménye lesz az, hogy az osztódási folyamat során olyan sejtek keletkeznek, amik végül is daganatossá válnak. Ezek ellen a törzsek ellen kell oltani. A többiek igazándiból azok is okoznak problémát, de azok ekkora gondot nem tudnak csinálni. Tehát akkor a szűrés mellett nagyon fontos a megelőzés ebben az esetben is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Thank you.